David O'Falter tinédzser korában kezdett dohányozni. Nem sokáig tartott, és függő lett. Úgy is mondhatnánk, láncdohányos voltam. Baráti társaságban szinte mindig égett a cigaretta a kezemben. Többször megpróbálta abbahagyni, de még a szemetesből is kihalászta a cigarettás dobozt. Néha azt kívántam, bárcsak ne dohányoztam volna. Megpróbáltam leszokni. Azt mondtam magamban, amikor a cigarettás dobozra néztem, hogy bárcsak ne kellene ezt tennem. Aki dohányzott, az tudja, milyen nehéz kitörni a nikotin rabságából. De nem volt hozzá erőm. David úgy gondolta, hogy egészségesebb, ha dohánylevelet rág. Így egy újabb függőségbe került. Ez a rágózás még inkább a hatalmába kerített. Míg nem az egész odáig fajult, hogy állandóan ezt csináltam. A munkahelyen is, de senki nem vette észre. Éveken keresztül éjszakai műszakban dolgozott, és a 700-as klub reggeli adására ért haza. Szinte minden reggel akkor tájt értem haza, amikor a 700-as klub adása elkezdődött. Amint elkezdtem nézni, a műsorban éppen imádkoztak, és pont a dohányrágás rabságában szenvedőkért. Rabszolgává tette önöket ez a szokás. Nem lehetnek egy zöldség rabságában. Önök Isten gyermekei. Ehhez méltóan éljenek. Hagyják, hogy Isten irányítsa az életüket. Határozzák el, hogy ettől a pillanattól fogva szabadok lesznek, és minden nap erősítsék meg ezt az elhatározást a Jézus nevében. Ekkor arra gondoltam, ezt szeretném tenni, de nagyon. Hallottam, hogy azt mondom Istennek. Most vége, akkor is vége lesz. Nem fogom többé kívánni. Ez az állandó vágy meg fog szűnni. Egy szó mint száz, elmondtam az imát. David azonnal kidobta az összes cigarettát. Nem csak félretettem őket valahova, hanem lehúztam a WC-n, nehogy később hozzáférhessek. Mindet kivágtam, az egészet. Már aznap este úgy éreztem, nem kívánom. Úgy éreztem, soha többé nem fog kelleni, nem fogom előbányászni, nem volt bennem az a sóvárgás. 10 év telt el azóta, és nem nyúlt többé a dohányhoz. Nem voltak elvonási tüneteim, nem remektem, nem voltam ingerlékeny. A vágy elmúlt. Úgy van, ahogy már több embernek is elmondtam, mintha soha nem dohányoztam volna. Elmúlt, és azóta sem próbáltam. Az Úr teljesen megszabadított.